Fekszenek a napraforgó szárak a földön. Baja határában szinte az összes tábla így néz ki, ezt már nem is tudják learatni. A viharkárok miatt eddig az országban a táblák alig több mint 10%-át takarították be. A sok eső miatt túl nagyok és nehezek a tányérok, ezért minden gazdálkodó azon dolgozik, hogy minél előbb kiszáradjon a növény. Az aratás folyamatosan csúszik, ez pedig a minőség rovására megy. Korsós Attila azt mondja, bevétel ugyan lesz belőle, viszont korántsem biztos, hogy annyi, amennyi a ráfordított költségeket fedezi. Egyrészt a mag is felszívja a vizet, meg a napraforgó tányérja egy szivacsos szerkezetű, és az okozza a legnagyobb problémát. Tehát ez miatt nem lehet aratni. A legnagyobb gond az, hogy a nagy eső a virágzáskor jött, így ebben a térségben az országos átlaghoz képest kevesebb lesz a termés. A 630 ezer hektáron 1,7 millió tonna napraforgóval számolnak a szakemberek. A jónak mondható termésmennyiséghez viszont kedvezőtlen piaci árak párosulnak, mivel az előző évhez képest nem csak Magyarországon, de az egész világon 10-15%-kal csökkent a gabona, illetve az olajos növények felvásárlási ára. Július 18-a környékén jött egy vihar és a 120 km-es szél eléggé megdöntötte a napraforgókat, de amik állva maradtak, azoknál is kevesebb a termés, mint amit előzetesen a gazdálkodók vártak. Sajnos a nemzetközi piacokon továbbra is zuhannak az árak, most már a belföldi jegyzések is 100 forint alatti napraforgó árakat jelentenek, amely nagyon lecsökkenti a jövedelmezőségét a napraforgó termelésnek. Kukoricából az idén 8 millió tonnát várnak a gazdák, majd a szója jön a sorban. A földeken pedig már kihajtott az elvetett őszi repce is, ami eddig bizakodásra ad okot.